Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége dr. Szanyi Tibor, aki nem került be a parlamentbe, de hatalmas tömegek állítólag állnak mögötte, és alig várják, hogy már történjen valami, és megszállják valamelyik kerületet, és végre hatalomba kerüljenek. Nem tudni, hogy igazi hatalomérség van-e, vagy a társadalmi egyességet akarják helyreállítani, vagy Isten tudja mit. Többek között erről is fogom kérdezni, és készülnek lelkileg föl, hogy vitatkozni fogunk, még az is lehet, hogy poharat dobálunk, nehogy komolyan vegyék, legalább 5000 forint egy ilyen pohár, nem fogjuk elpazarolni az ateistákra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr, ez csésze. Nem bögre? Nem. Na tessék. Tehát akkor vegyük komolyra a dolgot. Lesz-e Iszom TV? Egyelőre nem. Na mi történt? Elfogyott a pénz? Nem is volt. Igazából mi az együttműködések erejébe hiszünk, és ezt ténylegesen, amit mások számtalan mennyiségű pénzzel csináltak, azt mi inkább együttműködések és közös munka révén. Kétségtelen van egy olyan projektünk, hogy az egyébként meglévő pártlapunk mellé valamilyen vizuális médiának a barátságát, segítségét, társulását is keresünk. Jó remények vannak, de most hadd ne kiabáljam valami micsoda. De nem Iszom TV lesz, hanem egyszerűen egy ilyen, hát, hogy mondjam, inkább ilyen kicsit ilyen önkormányzati ízű TV, tehát hogy a helyi dolgokkal akarunk foglalkozni. Most nem tudom ki, hogy a 6-ba vagy a 14-be van, mert ugye tudjuk, hogy hol mi eladó, meg hogy kit, mik és miért akarnak megvenni. Nekünk is ajánlották magukat, de mi köszönjük, jól vagyunk, és nem kérünk ilyen helyi tévécskékből. Na jó, hát egy világtévé. Mi dolgozunk tudom, azért hát nagyon azért sokat. Mondtam. És még önöket is meghívjuk. De az ötlet ki jött? A DK-t próbálja lemásolni, vagy a DK próbálja önöket nem, lemásolni? Ez a DK-tól teljesen független, ráadásul nem is biztos, hogy sikerülni fog. Mondom, itt az együttműködések szintjén megy a vita, itt pénzmozgás nincs, tehát ebből fakadóan azért ez elég sérülékeny üzlet tud lenni. Ja, tehát lehet, hogy csak a veszteségeket próbálják átvállalni. Jó, akkor azt mondja el nekem, hogy hol tartanak a munkáspárttal. Ugyanott, ahol abba hagytuk, tehát az azt nekik jelenti, is van egy ragyogó heti lapjuk. Így van, így van. Egyébként az igazság, hogy ezt ebben a stúdióban is sokszor leszögeztem, hogy nekünk nem a közös platformmal van problémánk, hanem egy nagyon komoly hiányosságot éreztünk a kapcsolatunkban, ami azt jelenti, hogy nem láttuk tulajdonképpen, főleg a választások után, nem észleltük a munkáspárnak az ellenzéki karakterét. És azért ez nekünk fáj. És ezért mondtuk azt, hogy akkor amíg ők valóban és kimondottan nem válnak ellenzéki párttá, tehát magyarul abba hagyják a kormánypárt dicséretét, akkor tulajdonképpen ugyanúgy folytatódhat tovább. Ez az egy apróság van. Addig szüneteltetjük ha az így jól értem, a választási akkor, ha így jól értem, akkor arról van szó, hogy ön imád ellenzékbe lenni? Nem. Lehet, hogy a munkáspárt már olyan régen van ellenzékben, hogy már megszokták, és inkább együttműködnek. Igen, ez a Stockholm... bizonyos témákban a kormányon, mert lehet, hogy akkor az, aki éppen kormányon van, mindig más, az esetleg valami jót is csinál. Én ezt nem tartom kizártnak, ezzel együtt egy ellenzéki párt, az abból ismerszik meg, hogy gyakorlatilag minden létező problémára, ügyre, tételre képes alternatívát, méghozzá saját önazonos ideológiai alternatívát kínálni. Milyenek vagyunk, napi szinten közöljük az álláspontunkat a különböző kérdésekről, és meg kell mondjam töredelmesen, akkor hogy... Akkor engedje meg, hogy már is föltegye a nem az a dolgunk, hogy igazoljuk a kormánypártot, okay. Hanem akkor, az, hogy... Akkor már is a következő kérdést. Iszonyú sok erő volt, jobbikosok a placon vannak, igazolnak ide, oda, amoda, érdekes. Hát én úgy nem nagyon ismerem őket, mert nem voltak, nem lesznek. Na de... Önnek még hiányoznak katonák? Hát nyilvánvalóan nyitottak vagyunk a bővülésre. Hogy hasonlít a világnézet. Hogyha úgy merül fel a kérdés, hogy jobbikosokat befogadunk-e, akkor a válasz kategorikus nem. Tehát mi nácikkal nem.
Soha. Elnézést, tudom, hogy a politikában nem szabad ilyeneket mondani, hogy nem soha. Kivéve a mi esetünket, mi sem a Jobbikkal, sem a Mi Hazánkkal, sem semmilyen másik náci mozgalommal a legkevesebb kapcsolatot. Az elhangzott vélemények természetesen a riportalany saját véleményei. Akkor megismétlem, nácikkal nem. Vannak Magyarországon még nácik? Vannak sajnos. Jó. Bőséggel. Akkor azt mondja el nekem, hogy így ellenzékbe. Mit tudnak te, és mit szólnak ahhoz, hogy végül is úgy tűnik, hogy a pénzek ugyan csiga tempóba, de megindultak? Hát nem. Ez a sajnálatos hír, hogy egy fityink sem mozdult meg. Ez a tény része a dolognak. Hát még nem, de már úton. Hát a már úton van, ez eddig is úton van. Az volt mindig az álláspontunk, hogy ez a pénz Magyarországnak jár, és ezt haza kell hozni. Ez volt mi az álláspontunk. Ezért a kormány meg is tett mindent, millió új törvényt hozott létre. Na igen, ez a millió új törvény, ez tulajdonképpen egy beismerő vallomás, hogy komoly akadályai voltak ezeknek a pénzeknek. Hát ez előbb azt mondta, hogy minden áron haza kell hozni őket. Ez a feladat. Ez nekünk jár. Ez nekünk jár, ezt haza kell hozni, hogy ennek az az ára, hogy a kormány egy halom törvényt hoz, az nagyon helyes. Egyben jelzem, ez egy beismerő vallomás, hogy a hazai jogállapotok voltak a pénzek akadályai. Tehát mi ezt a beismerő vallomást... A cél az eszközt. A beismerő vallomást tudomásul vettük. Nagyon örülünk annak, hogy lezárult a jogállamisági eljárás az Európai Bizottság, illetve az Európai Testületekkel. Ez egy fontos, erről nem beszélt a magyar sajtó. Formálisan lezárták a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben. De meg is büntettek, tehát magyarul ítélet született, és az ítélet az, hogy a strukturális, tehát a hagyományosan járó pénzek fele, az be van fagyasztva, mindaddig, amíg a kormány további lépéseket nem tesz. De amíg valami csak befagyasztva van, az föl is olvadhat. Ez így tehát van. Megvan a csansz, hogy megérkezzen. Ez így van. Ahhoz képest, hogy mindenki azt huhogta, hogy bankrót lesz, tönkre megyünk, éhen halunk, hát ez még bekövetkezhet, mert effektív pénz nem mozdul. Itt tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ez a pénz. A húhogók azok azt mondják, ez meg lesz vonva. Soha nem volt szó megvonásról, befagyasztásról volt szó. Ez meg is történt. 55%-a a pénzeknek be lett fagyasztva, tehát a fele. Egyébként ez technikailag simán áthidalható, tehát a másik feléhez meg elméletileg normál rendben hozzá lehet második jutni. Második világháborúra emlékeztető emberekből nem kér, de az Európai Unióban van egy képviselő, akinek a pártja kiment alóla. Valamikor pártársak vannak őt például, nem akarja magához közelíteni? Hát, hogyha Újhelyi kollégára tetszik gondolni, akkor őrá is egy kategórikus nem vonatkozik. Ő ugyanolyan forradalmán minden. De hogy is, mindig is a túloldalra játszott. Tehát most mondjuk így, hogy ezt így is mondhatnánk, hogy áruló, de... Részletezném, mit jelent az, hogy a túloldalra? Hogy mondjam, hogyha ön egy baloldali képviselő mondjuk az Európai Parlamentbe, akkor nem rendre a munkavállalói oldal érdekében álló jogszabályokra szavaz, hanem a munkás oldalra szavaz. Ez ilyen halál egyszerű. Munkásököl, vasököl, van, aki ettől ez így van, csak ugye az Európai Parlament az a legnagyobb szabályozó testület a világon, és rengeteg olyan apróság van, de csiliárdnyi olyan apró jogszabály, stb., ami adott esetben a munkaadóknak az érdeke, tehát a kapitalizmus építésének a szép ügyét szolgálják, és vannak olyan jogszabályok, amelyek, mint például az európai minimálbér, ami konkrétan a munkásoknak az javát szolgálja, de most nem ebben az együgyben, hanem összességét tekintve, és ezt nem én mondom, az Európai Unió mellett működnek különböző NGO-k, akik méricskélik a különböző képviselők szavazatait, és hogyha az ő szavazatait, én találkoztam azzal a kérdéssel, hogy engem kérdeztek meg, hogy miért arra szavaz a kolléga, én azt mondtam, hogy kérdezzék meg a kollégát, ezzel együtt azt mondom, hogy nem, tehát mi baloldali embereket várunk ebbe a pártba. Értem. Hol tart a létszám? A létszám az változatlan, nem sokat javult. A választás után volt egy beáramlás, tehát akkor azt mondom, hogy bőven-bőven 200 fölé ment a létszámunk. Egyébként ez nagyon szép. De mi vonza őket? Ultipartikat szerveznek? Nem. Gyakorlatilag, hogy mondjam, önképzőkörök, ez az, amit működtetünk, ezt péntegenként működtetjük, az atomenergiától kezdve a média viszonyokon át. Tehát egy igazi munkásmozgalmi hagyományokra építve magunkat fejlesztjük, képezzük,
megbeszéljük, hogy az egyes kérdésekben hasonló vagy azonos álláspontot foglaljunk el. Gyakorlatilag ennek semmi olyan előnye nincsen senki számára, hogy most mit, mi lesz, vagy pénz, vagy valami. Hogy készülnek a helyhatósági választások? Hát most a 20. kerületben lesz a hétvégén egy választás, egy önkormányzati hely. Itt Kartin Krisztinát indít. A mi társmozgalmunk, a szolidaritás mozgalom, mert... Ő korábban egy egészségügyi dolgozó volt. Így. Csak egy sajnálatos baleset miatt kerekesszékbe kényszerült, és úgy nehéz 24 órás szolgálatban robotolni a kórházakba. Ezzel együtt nagyon nagy a tudása, meg a tenni akarása, ami azt jelenti, hogy... Kerekesszékbe is van élet. Így van, és ő ott a helyben, a lakókörnyezetében akar segíteni, és egyébként nagyon szép célkitűzése van, én nagyon meghatódtam, amikor mondta, hogy tulajdonképpen a külváros azért kapja meg ugyanazt, mint a belváros. Azt a figyelmet, azt a gondoskodást, és ebben neki tökéletesen igaza van, de egy nagyon fontos disztinkciót kell mondanom. Ő nem a pártunk jelöltje. Ő a pártunk egyik alapítójának, a szolidaritás mozgalomnak a jelöltje, és a pártunk egyébként úgy határozott, hogy az önkormányzati választásokon maximum segíti a szolidaritás mozgalomnak a jelöltjeit. Mi nem akarjuk szétpolitizálni a helyi politikát, tehát az önkormányzati dolgot. Majd a párt fog indulni az európai választásokon, aztán később ugye a országos választásokon. Azt akarja mondani, hogy ön tudatosan építkezik. Nem én, hanem mi, és valóban tudatosan építkezünk. Mi azt látjuk egyébként, hogy... Addig, amíg újabb oxigénhez jutnak, addig a régi elegendő lesz? Van nekünk oxigénünk, tehát a létezésünk az Remélem nem otthonról a spejzból hordja el az élelmet. De, ott mindenki otthonról a spejzból hordja el a pártnak valót, akkor fogalmazzunk így. De mi ezt szép dolognak tartjuk. Egyébként jellemzően az országgyűlési választásokon ugyan listát nem tudtunk állítani, tehát az igazi mérce nem áll rendelkezésünkre, de a jelöltjeink azok fél és másfél százalék között, tehát azt mondom, hogy átlagosan nagyságrendnek 1%. Hány európai parlamenti képviselőt juttad be? Nem tudjuk, nyilvánvalóan 5% kell az egy képviselőhöz, tehát azért ez nagyon nehéz ezt a lécet megugrani. Mi nyilvánvalóan arra játszunk, hogy ugorjuk meg végre ezt a lécet. Itt sokkal könnyebb a dolog, nem kell 71 körzetben jelöltet állítani, hanem csak egy körzetben, az egész ország egy körzetnek minősül. Tehát ebből a szempontból egy picit könnyebb a dolgunk. Itt megint együtt fognak működni a munkásmozgalom, a munkáspárttal? Hát, hogyha addig az ideig ők bizonyítják nem felénk, hanem a külvilág felé az ő ellenzéki létüket, akkor én ezt nem tartom kizártnak. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra. Ez annyit jelent, hogy egy általam vért objektív híradó következik. Szanyi Tibornak is tudomásul kell venni, hogy rajta kívül más objektívek is vannak. Másképp látják a világot, mint például én. De hogyha úgy érzik, hogy van építő jellegű véleményük, ragadjanak tasztatúrát, vegyenek elő egy tollat, feltéve a ír, ha nagyon olcsó, akkor ne vegyék meg, ha nagyon drága, akkor lehet, hogy mégis lehet vele írni, telefonáljanak, de nem 9 óra után, és nem ünnepek alatt. És tudják, én egy ilyen kétéltű ember vagyok, nekem a péntek is ünnep, meg a vasárnap is ünnep, tehát akkor rövidítsük le a hetet, de közben egyfolytában lehet telefonálni. Jöjjön az objektív híradó, az elmúlt negyed órában Szanyi Tibort, az ISZOM mozgalom vezetőjét látták és hallották.